óriási tapsot kérek a köszönöm. Kedves hölgyeknek és uraknak. Ne menjél már le, nem azt mondtam, hogy a Vályi Pista jön. De miért itt van a szék? Rohadt életben, de komolyan, hát belerondítasz itt állandóan a melóba, gyere. De te miért függönt vetted fel reggel? Na, arra, merre nézzünk, gyerekek? Amerre a vendégek. De a vendégek onnantól odáig vannak. Jó, akkor így lesz. Hölgyeim és uraim, most kérem a nagy tapsot Vályi Istvánnak! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hello. El kell mondjam nektek, hogy kibosszankodtuk magunkat a színpad mögött egy kicsit, de nem akarunk erről nagyon beszélni, inkább azt mondom, hogy kiventiláltuk magunkból a magyar közeget, és arra jutottunk, hogy bezzeg az Alpha City, mindenki szép és aranyos. Ezt nem mondtuk hátul, de tudod, így szoktam benyalni a közönségnek. De nagyon jó csinálod, de nézd, én azt gondolom, hogy ha megnézed, pont idefelé gondolkoztam, hogy megint meg fogjátok kérdezni, miért Alpha Room, meg minden. Tudod, van az a nő, akit azért veszel el, mert szép, nem azért, mert tud főzni. Így van. Ha neked nincs pénzed arra, hogy étterembe hordjad, akkor neked nem való az Alfa Romeo, és akkor ennyi nagyja volt. Akinek van pénze. Ezek van. Szép dolgok, ahova nézel, nézd, ott a 75-ös, ott a Stelvio, ezek szép tárgyak. Így hogy van. Ilyen helyre jó eljönni, azért kint is hattam a fatraktort, amivel jöttem, nem is rondítok ide bele ebbe a közegbe, de hogy ezek szép dolgok, és az a jó, amíg ilyen van. Azt szoktuk mondani, hogy akinek van pénze majomra, legyen pénze banára is. Hát igen, meg szeretni kell, és akkor meghalálja. Figyelj, ez egy tök érdekes dolog, nyilván alfás közegben vagyunk, engem ugye nagyon sokat csesztetnek ezzel, két műsorvezető társam is, és ahol járok az életben, hogy biztos, hogy mindig a szervizben van, hogy engem azért még nem hagyott ott. Én 89-ben szereztem meg az első alfettámat, aki akkor volt 16 éves, és hát gyakorlatilag úgy csináltuk, hogy szombaton el tudtunk menni vele csajozni, de vasárnaptól péntekig szereltük. Jó, de akkor a cél teljesítetted, akkor ez volt a... Tökéletesen. Nem ez volt a lényeg. Igen. Igen. Nem érdekel senki. De hogy gyakorlatilag az én elmúlt, most már nem is tudom mennyi évemben, 20, ha ez már 30-valahány év, engem még úgy nem hagyott ott Alfa, hogy akkor hello karokkabán. Mert lelke van, érzi, hogy szeret, akkor viszont szeret. Hazahúzza valahogy a belét, hogyha... Hogy, de ez ilyen, és a kapuba esik. Ott, de hazahozott. Látod, te is szombaton csajozni akartatok, működött. Lehet, hogy vasárnap hajnalban már nem, de... Ne, hajnalban még kellett működjön, mert akkor feladata volt vasárnap hajnalban, ha érted, mire gondolok. Jó, segnyomos volt a szélvédő hétfőn, amikor bepárásodott. Így. Jártam már így. Volt már ilyen, csak volt az a baj, hogy az asszony előtt csinálod. Igen, konkrétan ez már történt. Egy haveromnak kölcsön adtam, ez a rohadt életben. A kis poszkit, azt nem hitte volna. Na, azért vagy itt ma velünk, hogy mindannyiunk szívébe be van égetve egy most már idén 100 éves jel. Ez ugye az a gyönyörű zöld lóhere, ami 100 évvel ezelőtt jelent meg az RLM. Jól emlékszem? Igen, konkrétan április 13-án 1923-ban volt az a verseny, és egy picit azért tegyük helyre a dolgokat, mert nem minden úgy van, ahogy az internet írja. Kitúrtam a Targa Florióval foglalkozó könyvet, ahol ugye végigveszik ennek a versenynek, a futamnak a történelmét, és a Zugó Szivocsinak a fia is elmeséli ott, meg vannak nagyon jó fényképek is benne, még talán a neten is fönt vannak ezek a képek, rá lehet keresni, hogy ugye a négy leveli lóhere mit szimbolizál, meg miért úgy néz ki, ahogy kinéz, miért van háromszögben, miért nem négyszögben van. Na várjál, csináljuk azt, ez egy nagyon, ez egy jó sztori. Szóval okay, ott na, vagyunk rét. Már belelendültem volna, láttátok. Igen. Már kezdtem mesélni. A Rákóczi megint tönkretette a Vályi előadását. Az átlag nép, aki mi vagyunk, és nem hívnak bennünket Vályi Pistának, azt tudjuk, hadd fényezzelek már. De ne. Akkor nem. Azt tudjuk, hogy ugye a 13-as rajtszámot kapta meg az autó, és azért festették föl rá, hogy a 13-as szerencsétlenségét ellensúlyozza. Na, ez nem így volt. Ezért mondtam, mondtam, hogy majd én leszek a hülye, ugye, és te meg ragyogsz mellette. 1923-at kezdtem mondani, de igazából 1920-ig kell visszamennünk, amikor is az Alfa Romeo versenycsapatnak a vezetői tisztjét egy bizonyos Enzo Ferrari vette át. Enzo Ferrari, Ugo Sivocci, Giuseppe Campari és Antonio Ascari volt a négy nagy ágyú akkoriban. Ugye Antonio Ascari már négyszeres futamgyőztes volt akkor, a későbbi Alberto Ascarinak az apja voltam, úgy ugyanúgy tragikusan halt meg ugyanazon a napon, mint a fia, csak 38 évvel korábban.
Giuseppe Campari egy nagyon ismert operaénekes volt, mindemellett egy nagyon jó sofőr. Ugye Ugo Sivocsi pedig volt az az ember, aki Enzo Ferrarit először versenyautóba ültette, egy kicsi olasz cégnél, a CMN-nek az autóival futottak ők, és ugye a szárnyai alá vette, úgymond, némileg idősebb volt Enzónál, szárnyai alá vette a kis szerelősegédet, aki akkor Enzo Ferrari volt, de olyannyira, hogy még náluk is lakott, mert nem volt hol laknia, és annyira jó barátság szövődött közöttük, amikor a CMN-nél versenyeztek, hogy volt egy sztoriuk, amikor Milánó mellől vitték le Szicíliába lábon a versenyautót, a Targa Florióra 1919-be, és azt úgy képzeljétek el, hogy akkoriban nem volt aszfaltút. Ugye Szicíliában kőzúzalék volt, szerpentinek voltak, nem volt korlát, ilyen utakon közlekedtek akkoriban, csak hogy megértsétek, hogy mélyen dolog ez. És ugye ők levitték lábon a versenyautót úgy, hogy váltva mentek 10 órán keresztül, hogy aztán azzal versenyezhessenek, majd azzal haza is mentek. Hogy volt egy olyan sztoriuk ez alatt a 10 órás út alatt, hogy megálltak pösenteni, mondjuk így, és egy farkast falka támadt rájuk, és az Enzónál volt egy pisztoly, mert mindig hordott magánál pisztolyt, akkoriban azért a világháború után azért a banditák azok felfeltűntek az utakon, és akkor ezzel a pisztolyjal riasztotta el a farkasokat, szóval ők nagyon-nagyon jó barátok voltak az Ugo Sivocsi, az Enzo Ferrarival. És 1920-ban, amikor az Alfa Romeo gyári versenycsapatának úgymond a főnökségét, a Wikipedia hülyeséget ír, mert nem volt konstruktőr, Ferrari nem volt konstruktőr, ő volt a versenycsapatnak a főnöke. Átvette Enzo Ferrari, akkor nyilván logikus volt, hogy a Sivocsi is nála fog versenyezni. És ugye ezt a négy embert, a Camparit, Ferrarit, Sivocsit és Ascarit, ezt úgy hívták, hogy a négy muskétás, a négy testőr. Így becézték őket akkoriban Olaszországban, ők négyen volt a nagymenő ászok. És igazából akkoriban egyetlen egy versenyt kellett megnyerni, ez a Targa Florio volt Szicíliában. Nem volt még Mille Miglia, a Le Mans az éppen csak felfutóba volt, ez volt a verseny, amit meg kellett nyerni, ahhoz, hogy te valaki legyél. És ugye mivel ez egy olasz verseny volt, nagyon házi versenye volt az Alfának, és az Istennek nem akart sikerülni a Sivocsinak, se az Alfa Romeo-nak a győzelem. A Sivocsi egy nagyon-nagyon érdekes figura volt, ő ugye szicíliai Salernóban született pilóta volt, egy nagyon csendes ember, aki ha jellemezni kéne, akkor a többi versenyző társához képest ő egy Schumacher volt. Ő nagyon tisztán vezetett, mindig tiszta éveket használt, nagyon sokat gondolkodott, és logikusan gondolkodott. A többiek azok mentek, mint a bolondok. Azok olaszok voltak. Keresztül, kasú, tökön, passzuljon, faltó, falig. Sivocsi egy nagyon-nagyon kiszámítható, nagyon jó, gyors pilóta volt, és egy nagyon csendes ember. És ezért is kellett ő a csapatba. De mindig második lett, vagy harmadik lett, vagy kilencedik lett, soha nem akart neki összejönni a győzelem, holott ő tudta, hogy ő van olyan jó versenyző, mint Ascari, vagy van olyan jó versenyző, mint Ferrari, és amikor 1923-ban, ugye ez Palermótól keletre van, ez a, azt hiszem, Serva, valami ilyen neve van a falunak, ugye ott versenyhez készülődtek, jókor reggel indult onnan a rajt, és úgy képzeljétek el, hogy a Targa Florio az 408 km volt, úttalan utakon, szerpentineken, zergebaszta, kavicsos, murván, négy szakaszra volt felosztva az egész. Éjszaka leszakadt az eső, és ugye akkor még Giulio Masettit még bevették a csapatba, és Enzo Ferrari, mint privát versenyző, de az Alfa csapat főnöke nevezett. Úgyhogy öt Alfa Romeo RLTF, mint Targa Florio, állt rajthoz. A TF modell az fele olyan súlyú volt, mint a mezei RL, ráadásul 7 helyen csapágyazott főtengely volt a 4 helyet, 3 literes, illetve 3-2-es volt közülük 2. Ezek ilyen 90-95 lóerős autók voltak, akkoriban ez egy nagyon jó teljesítmény volt. És leszakadt az eső, és ugye reggel, és itt jön az érdekessége ennek az egész négy levelű lóherének. Ez Enzo Ferrari ötlete volt, hogy a koszos, sáros autókat, hogy könnyen meg tudják különböztetni egymástól az öt Alfa Romeo-t, ezért az egyikre festettek egy fehér karikát, a másikra egy fehér háromszöget, a harmadikra egyik oldalára állított, vagy csúcsára állított négyszöget,
és az egyiknél itt volt elől a motortéren, a másiknál hátul volt, ugye a hátsó részén, illetve a Ferrari-en egyáltalán nem volt. Erre azért volt szükség, hogy amikor elszáguldanak az időbeíró előtt az autók, akkor ebből is lássák, mert ugye piroson a fehér mutatott kontrasztosan, hogyha koszos a kocsi, akkor is lássák, hogy ki jött át előttük. És az Ugo Sivocsi volt az, aki ugye neki jutott ez a hegyére állított négyzet, ami a kocsi elejére volt felfestve az oldalára, így a hűtőmaszk mellé. És mivel ő nem milyen vallásos ember is volt, ugyanakkor azt is mondta, hogy én vagyok olyan jó, de eddig sose volt szerencsém, hogy belepingált egy négy levelű lóherét, hogy legyen szerencséje. Ezt meglátták a többiek, és ők is belerajzolták a négy levelű lóherét a saját autójukra, úgyhogy mindegyiken ott volt, csak kinek körbe, kinek háromszögbe, kinek négyzetbe. De mivel Sivocsi egy okos ember volt, ezért tudta, hogy ha leszakadt az eső, sár van, és ugye nyitott kerekűek voltak ezek a kocsik, ezért ő felszereltetett két sárfogót a kerekekre, hogy ne verje bele a szemébe, meg a szemüvegére a sarat, amikor kanyarodik, hiszen akkor nem lát semmit. A többiek ezt nem tették meg, mert, miért nem tették meg? Mert nem látta, hogy mit csinál a kerék, meg milyen állapotban van a gumi. Úgyhogy Sivocsi egy kicsit reszkírozott is, ugyanakkor ezzel mit ért el, hogy a versenyen végig az összes többi autó koszos lett, nem látszott rajtuk semmi, de az ő autóján látszódott a négy levelű lóhere csak. Ja, tehát rajta volt az összesen, csak az egyetlen, ami megmaradt a névvilegben, az ez. És utána a többiek nem használták, de a Sivocsi azt mondta, hogy na ez nekem szerencsét hozott, és egészen 5 hónappal később, szeptember 9-éig minden versenyen ott volt felfestve neki a sárkára állított négyzetbe a négy levelű lóhere, akkor mi nem volt háromszög. Ráadásul nem is így volt a háromszög, ahogy neked van, hanem a hegyével lefelé. Nagyon-nagyon fontos, de azt is mindjárt elmondom, hogy mi. És ott az olasz Naddion, vagy nem is Monzai Naddinak hívták akkor, nagyon kapkodva rakták össze az autót, kiment szabad edzésre, és odaszólt a szerelőjének, aki aztán mellette is ült, mert ugye ketten ültek az autóba, valami G betűs neve volt már, meg nem mondom, hogy hogy hívták, hogy készítse a festéket, mert a versenyre azért fessük már felre, hogy legyen szerencse. És a három kanyarral később kiestek a pályáról, kirepültek az autóból, és Sivocsi meghalt. A sofőr, a szerelője túlélte, ugye nem volt öv semmi, kirepültek, neki csapódtak oldalra egy fának, és ugye őt kapta el a fa, a szerelő azt túlélte, az messzire repült, és Enzo Ferrari volt az, aki szaladt át, ugye ez egy körpálya, szaladt keresztbe állt a pályán, és meg is van ez a fotó, googlizzatok rá, ahogy így fogja a Sivocsit, és rakja föl, ugye már akkor halott volt, és rakja föl a sarovjára, a mentő autónak a platójára tulajdonképpen. Mert hát annyira jó barátok voltak, és onnantól kezdve 1923. szeptember 9-e óta használja ezt az Alfa Romeo négy levelű lóherét, mint szerencsehozó, illetve a nagy teljesítményű típusokra jellemző jelet. És nagyon fontos, hogy azért lett háromszög, mert a négy muskétásból egy meghalt. És ezért lett hegyére állított háromszögbe a négy levelű lóhere. Úgyhogy az, ami neked ott van a pólódon, az a négyszög, az volt a Sivocsi autóján. Ott a piros pólón, látod? Az úgy volt felfestve. És Sivocsinak egyébként aztán a haláláig a többi versenyen szerencsét hozott? Tehát tudott még nyerni? Hát addig nyert. Tehát végig nyerte az egészet. Tök jó ment. Ő nagyon 38 évesen halt meg. Aránylag fiatalon halt meg. De ott, azon az egy szabad edzésen, ott nem volt idő felfesteni, és ott is vége is lett a dolog. Vége is lett a, micsoda, mondhatnám, hogy szép történet, nyilván egy ember halála nem szép történet, de maga az üzenet, meg az, hogy ahogy ehhez hozzáálltak, az egy gyönyörű sztori. Hát gondolj bele, hogy ezek az autók mit tudtak akkoriban, akkor már ugye a P1-essel mentek, vissza is léptek arról a Monzai Naddiról, az Alfa Romeo mint csapat, ugye Ferrari rögtön mondta, hogy nem indulunk. Rossz nyelvek szerint azért, mert nem volt annyira jó az a kocsi, utána jött a P2, ami amúgy nekem a hálószobán falán lóg, a Vittorio Jánó féle P2, azzal aztán hatalmas sikereket értek el, de akkor ők ott visszaléptek. A négy levelű lóherének azért lehet ahhoz köze, hogy a négy muskétás, vagy csak tényleg egy szerencse, idézőjelesen mondom a csakot, hogy csak egy szerencse hozó. A Sivocsi azt mondta, legalábbis a fia leírása szerint, hogy nekem már csak a szerencse kell. Vagyok olyan jó, mint ők,
vagyok olyan gyors, mint ők, de sosincs szerencsém. És ezért pingálta fel, és akkor meglátták a többiek, hogy hát akkor rakjunk fel, és mindegyik autón ott volt igazából, csak annyira koszos lett a többi autó, hogy, és ezért is veszítették el a versenyt, mert nem láttak ki rendesen. Nekik fontosabb volt az, hogy lássák, hogy néz ki a gumi, mint az, hogy, hogy kilássanak az autóból. Aha. Hogy fordult meg a háromszög? A háromszög eleve úgy volt fölfestve, amikor még csak egy fehér háromszög volt, hogy hegyével lefelé. Hogy igazából, hogy megfordították, vagy mikor lett, az arról nem szól a mese, de az a lényeg, hogy ugye az élet háromszög, mert ott volt a Campari, Ascari, illetve Enzo Ferrari. És aztán ugye később aztán megcsinálta a saját versenycsapatát, meg minden, de minden szál oda vezet erre a környékre. És ezek az emberek, ezeknek köszönhetjük tulajdonképpen azokat a dolgokat, amiket ma csodálunk, hogy mennyire fura, nem, hogy vérrel, verítékkel, mi minden kötődik mindenhez, hogy ilyen dolgokból születnek a legendák. Hogy mennyire más volt az autóversenyzés, ugye az a mai napig se egy életbiztosítás. Hát de... látjuk, ugye most az utóbbi időkben is történtek olyan tragikus balesetek, hogy egyszerűen, és akkor, amikor mész fönt a szerpentinen, ami ilyen öklömnyi sziklák között, te azért ott mész egy 100-110-et, ugye szikratávírón adták még akkor a beírók, ahogy elmentek előttük, szikratávírón adták le az időt, és hogyha valaki nem jött, akkor tudtad, hogy a két szakaszon, a két ember között vele történt valami. Nem volt Szicília, azért nagyon zord, most se egy ilyen lányálom, de akkoriban gondoljátok bele, pont 100 évvel ezelőtt, azért nagyon hardcore terep volt, és aki ott tudott nyerni, az tényleg az volt a minden. Az olaszoknál ráadásul ugye egy ilyen státusz, hogy te nyersz egy ilyen komoly versenyt, az gyakorlatilag a nemzeti hős kategóriába emel. Abszolút, figyelj, ezek szupersztárok voltak. Hát gondolj bele, Campari azon felül, hogy egy ünnepelt operaénekes volt, ő még ráadásul egy jó versenyző is volt. És, vagy ott van Alfonso de Portago gróf, aki spanyol volt, de imádták az olaszok. Neki volt hamutartó az autóban, mert verseny közben is szivarozott. Gondolj bele, annyira szeretem őket. És egy ilyen, tudod, én igazi, ő egy nagyon kedvenc figurám, olimpiai válogatott lovas volt, egy jóképű, barna, napbarnított, kigyúrt, atletikus srác, akinek ott lógott a bláz a szájába, és ment közben a Maseratival, így meg a Ferrarikkal, és nyilván ő is meghalt aztán, és nemzeti gyász lett belőle. Szóval akkoriban ugye az volt az érdekes, hogy ez volt az első olyan verseny 1923-ban, amikor voltak külön sajtó sátor már, és a sajtósátor ott volt az időbeíró mellett, hogy azok az újságírók, akik tudósítottak róla, azok már látták, hogy milyen időt írnak be, illetve volt mellettük egy előhívó, ahova gyorsan elő tudták hívni a fényképeket, és rakták fel a vonatra, és vitték Torinóba, Milánóba, meg nagy... A vonat volt a leggyorsabb közlekedési eszköz akkoriban. 100 évről beszélünk gyakorlatilag, és hogy most hova... Gyakorlatilag egy mobiltelefonnal tudsz tudósítani bárhonnan, tehát ez tényleg mondjuk hőskor volt az autóversenyzésnek, meg az autógyártásnak is a hőskora. Talán emlékeztek még, hogy a tavalyi Giron, ugye Walter Attila kiváló kerékpárosunk oda tette magát, és egy 3 napig az él tudta vezetni a versenyt. Én utána beszélgettem vele, és azt mondta, hogy figyelj, nem hiszed el, hogy én magam lettem 3 napra nemzeti hős Olaszországban. Hogy mennyire más az olasz... Emocionális. Ugye? Hogy mennyire más az ő kötődésük, igen, ahhoz a teljesítményhez. És valószínűleg ez egyébként az autógyártásban is megvan, nem? Az Alfában ez visszaköszön. Hát figyelj, nézd, most nyert a Ferrari Le Mans-ban, szívem szerint én is nekik drukkoltam, meg ez egy nemzeti ünnep onnantól kezdve. Hát most éld bele az ő helyzetükben magunkat, hogyha nekünk lenne egy ilyen autógyártónk, amelyiknek csak ez a Lohere márkája lesz 100 éves idén, vagy lenne egy Ferrari-nk, hát nem lennék rá büszkék? Mert mi tudtunk gyártani hódgéppulit, ami konkrétan tudtam is a nevét, ez a Kecskeméti öltöző szekrény és lemezáru gyárban készült, nem tudom, láttatok már puli szerkocsit, konkrétan egy műanyag, ilyen fél decis tálca volt az Index búra. Mert jó, de nagy karriert nem futott be, hát, ugye? Hát azért temetőkben még látni manapság, mint ilyen kísérőautó, de hogyha nekünk lett volna egy ilyen, mi is mennyire büszkék lehetnénk rá, és igazából itt egy picit
kritizálnám magunkat, mert igaz, hogy nincs Ferrari-nk meg Alfa Romeo-nk, de van nagyon olyan sok emberünk, nagyon sok olyan sportolónk, meg nagyon sok olyan dolog, amire büszkék lehetnénk, és mára is elfelejtünk, baszki, büszkék lenni. Pedig hát tudod, kéne. Magyarországon például az olimpiai szereplés az akkor érdekes, ha első vagy. Tehát egy olimpiai második, az szar. És a világ második legjobb embere vagy valamiben. Ugye? Igen, és azt mi így nem nagyon szeretjük. Ha majd, ha aranyjal jöttök haza, akkor örülünk neki. Oké, de nem azért jöttél ide, hogy nemzeti nyomorunkról beszélgessünk, visszaugrunk inkább a lóherére. Tehát változott ugye egy kicsit maga a grafika, meg változott akkor ugye a négyszög. De hogy a szimbólum az megmaradt. Az megmaradt. És ez a szép benne, hogy 100 év után is erre emlékezünk, meg emlékeznek. És tényleg mindenkinek ajánlom, amikor Olaszországba jár, ne csak a nagy múzeumokba menjetek el a kicsikbe is. Ott is csodák vannak, a Tanzio Nuvolari múzeumban, meg nem csak Torinóban, meg Milánóban vannak autómúzeumok, mindenhova menjetek el, mert olyan dolgokat találtok, amit máshol nem látok, és egy kicsit is van affinitásotok az autózás felé, hogy megértsétek, hogy miért szépek, meg miért fontosak ezek az autók, nem csak az Alfa Romeo, hanem mint az olasz autó maga, akkor ott megtanulhatjátok, hogy megértitek, hogy tényleg ez egy nemzet büszkesége. Ez olyan, mint az olasz, én amikor a Káli Múzeumban viszem körbe az embereket, mert néha tartok ott állatvezetést, ott ha megnézed a Dinót, megnézed az Isolelét, megnézed a Maserati Merakot, pontosan látod, hogy mi az, amire oda van figyelve, amit látsz. Hogy amikor felnyitod a motorháztetőt, mert lerohadtál valahol, akkor is így felnyitod, mondjad, de szép ez a motor. És kész. Ugyanakkor, ha megnézed itt oldalt, hogy van oda taknyolva, hogy én a kerti riglit szebben lehegeztem, ott meg látod, hogy ott péntek volt. Ott az már nem, mentünk haza. Ott már, az igen. Nem érdekes, de hogy mindent a szemnek, és elnézel neki mindent, mert pont erről szól, hogy gyönyörű az öntvény, nincsen rajta zárvány, nagyon szépen ki van dolgozva, a világ legszebb váltógombja ez a fekete gömb, benne a fehér betűk, pont. Ott véget ért a váltógomb evolúció, azt ez kész. Kár volt tovább menni. Nem kell tovább menni, az annak olyannak kell lenni. Máshol meglátod, hogy az mindegy, azt nem nézzük, az le van szarva. Te a tárlatot is így vezetett, hogy a kurva anyád, de szép motor? Hát nem akartam csúnyán beszélni, mert gyerekek is vannak. Jaj, te mondtad az előbb. De alapvetően ez, és akkor megnézel egy ilyen motort, most tök mindegy, hogy egy buszú motorról beszélünk, vagy egy korabeli Jano motorról, vagy egy Ferrari kis V8-asról, ami 2 literes 8-henger, és ilyen pilinszka dugattyúk vannak benne, és 11 000-ig van skálázva a fordulatszámmérő, és nem volt még vétek, meg tököm tudja, meg szelepvezérés, semmi, az 8000-et forog a mai napig, mert gyönyörűen meg van csinálva. Ugyanakkor a kárpit a nyakadba szakad, a bajusz kapcsoló meg a kezedben marad, mert nem számít. Nem indexelünk, hát nem nézünk fel. Persze. Most hova nézegessünk meg, az index is minek, bár azt nem mi nem használjuk. És ez annyira jó, hogy ez egy népre jellemző ilyen dolog. Szóval de hát ettől tudnak ők csodát alkotni, meg pont ez a lazaság, és ugyanakkor, ha megnézed az étkezésüket, megnézed a kávé kultúráját ennek az országnak, az olaszoknak, akkor ebben mindenbe esküszöm vissza. A mérhetetlen, túlcsordult lélek, amit aztán nem biztos, hogy úgy dolgozol ki, ahogy kéne. Igen, és vedd észre, hogy ezért mondják, hogy mi magyarok vagyunk a Balkán olaszai, mert egy kicsit azért mink is ilyenek, kicsit ilyen slendriánok vagyunk helyenként, túlzottan nagyvonalúak, rázzuk a rongyot, mint a Csekonics báró, de otthon meg rágjuk a küszöböt, én is ilyen vagyok, mindjárt ilyenek, mert igazából mi szeretünk élni, az, hogy most egy ilyen szituba vagyunk, amiben vagyunk, az egy dolog, de jól mutatja, hogy mennyi olasz autó van itt ebbe a kicsi országba, és ez tök jó, hogy ti ezekkel törődtök, meg fönntartjátok őket, soha ne adjátok el, jobb autótok úgyse lesz. Ennyit tudnék hozzátenni. Köszönjük szépen. Még egy picit kanyarodjunk vissza a lóherére, hogyha az Alfa Romeo most már akkor több mint 100 éves versenyzői... Akkor lesz baj, amikor kék lesz a lóhere. Akkor az már végképp baj. Oké, de ha ebből a 100+ évből mondanod kell 2 kedvencet... Tipo 33. Miért? Mert az a világ legszebb autója. Oké, meg is magyaráztad. Jó, csak hát ha valaki más gondol, érted, mondod. Nem gondol, hát nem. Tudjátok, hogy néz ki a Tipo 33, nem? Na, gondolsz mást. Ha szerintem gondolod, akkor is inkább csendbe vagy. Ne, hát ez abszolút kérdés nélkül. Abban egy versenymotor van, egy 2 literes 8-hengeres versenymotor. Meg mondjuk egy GTA, egy Giulia GTA.
Ez a kettő kéne a garázsba. De nagyon lekönnyített alumínium karosszéria, szegecselt szélesítésekkel, aranyszínű felnivel, mászókával, kéziváltóval, sperrel, gödlámpával. Világos, nyilván. Köszönöm! Az embernek legyen igénye, érted? Oké, Pista, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Időnk elrepült, és te viszont nem is tudsz most maradni, hogyha esetleg... Hát egy kicsit megnézzük, hogy mi lesz, de megyek haza, mert hegeztek. Hát ennyi, érted? Az embernek feladata van. Aki követi Pistát, az látja a lakóautó biznisz alakulását. Hát hétfő jönnek a gyerekek, azt meg nincs ágyuk, baszki, péntek van. Hát semmi, majd alszik a földön. Péntek van? Milyen nap? Szombat. Ma szombat, ráadásul. Tehát akkor ebből azt vettem, hogy nem is lesz ágyuk hétfőre. De. Mentek valahova, járművel? Mindenhová. Mindenhová. Random. Az egy szép hely, én nagyon sokat járok mindenhová. Mert az út visz. Ez a legjobb. Köszönjük egy óriási. Köszönöm szépen nektek. Vályi Pistának. És köszönjük, hogy már sokat gyára elfogadtad a meghívást.